Sziasztok! Kedves kiállító művészek, kedves vendégek! Nagy szeretettel köszöntünk minden látogatót. Megtiszteltetés, hogy megnyithatom azt a kiállítást, amely minden elemében a jövőről, az alkotásról és az emberről szól. Úgy, hogy a múlt és a jelen értékeit is egyaránt őrzi. És higgyék el, nincsen nagyobb öröm számomra, mint hogy itt állhatok ezen a kiállítás szívet lelket gyönyörködtető alkotásai között, és tisztelekhetek azok előtt, akik mindezt létrehozták. Minden tárlatnak üzenete van. Kiállítások alkalmával a művész életének egy fontos periódusát tartja a közönség elé. Áttekintést nyújt addigi alkotói életpályájáról, esetleg műveiben szeretné bemutatni azt, ahogy az ő a világról vélekedik, ahogy ő a valóságot látja és megéli. Közvetíti lelkének üzenetét, kifejezi önmagát, és műveivel igyekszik munkáiban gyönyörködő embereket, lelkét megérinteni. Ők azok, akikre büszkék vagyunk, és büszke lehet hazánk is, hiszen értéket teremtenek és közvetítenek mindannyiunk számára. Kedves vendégeink, én úgy készültem, hogy minden kiállítónkat külön-külön szeretném köszönteni, és külön-külön szeretnék hozzá egy pár szót szólni, ha megengedik. Kedves Renáta, évek óta vendégünk vagy. Rényé, dr. Torontári Renáta munkáiról szeretnék szólni, aki csodálatos grafikáit hozta el nekünk. Mi csengereiek, azt hiszem, hogy szerencséseknek érezhetjük magunkat, hogy vannak köztünk olyan művészlelkek, akik munkáiban örömünket leljük, és büszkék lehetünk rájuk. Doktornő, hosszú évek óta kitartó munkájának és gyakorlásának köszönhetően örvendezteti meg az embereket csodálatos munkájával. Kedvelt témája a portrékészítés és a természet megjelenítése. A grafika és ábrázolási módok között egy egyedülálló, sajátos művészeti törvényekkel rendelkező, talán legelterjedtebb műfaj. Azonban igazi szakértelmet és szenvedélyt kíván a művésztől, hiszen színek nélkül csupán a grafit tónusával és árnyalataival kénytelen dolgozni és érzékeltetni a közönség felé azt, amit kifejezni kíván. Ékes példája ennek az itt látható elbűvözős sorozat is. A doktornőnek Michelangelo szavaival szeretnék köszönetet mondani. A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, és minden tudomány gyökere. Aki olyan eredményeket ér el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy legértékesebb kincs birtokába jutott. Én nézem csak ilyen nagyon melegre? Kicsit a napság. Én együtt érzek veled. Na, nem is kételkedtem, hogy te együtt érzek veled. Kívánom, jelen lejjék benne örömüket, hiszen a fémek megmunkálásának, díszítésének tudománya az emberi kultúra kezdetére nyúlik vissza.
A tűzdománc létrehozásához a négy őselem játszik szerepe. A tűz, a föld, a víz és a levegő felhasználásával létrejövő alkotás pedig valóban varázslatos és különleges. A csodálatos színű és különböző minőségű zománcok és kristályok, a réz, a vaslemezeken kelnek életre, a művész keze által és az égetésről égetésre válnak egészé, teljes értékű képpé. A tűzománc készítése ugyan egy hosszabb precizitást és kitartást igénylő folyamat, amit a lélekben is érlelni kell. Sok gondolat, tervezés és érzés után valósul meg maga az alkotás. Azonban az időigényes technika meghálálja önmagát, hiszen a kész mű igazán egyedi, különleges és szemedgyönyörködtető. Igazán hálásak lehetünk, hogy megtekinthetjük áldozatos munkájának gyümölcseit. A kiállítást pedig Gárdonyi Géza következő gondolataival szeretném átadni. Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, és ami a végtelenségből jön, mindenkinek kincse. A szív művei hallhatatlanak. És tényleg egy vadászati hangulatot hoztatok, hoztak ide közé. A vadászat, mint olyan az emberiség történetével egyidős, amely kezdetben ugyancsak a létfenntartást szolgálta, de a később ilyen egy magasabb szintre lépett. Azon túl, hogy szükség és hasznos tevékenység, már az ezt a sportot űzők számára az életérzést és a szenvedélyt jelenti. Továbbá fontos kiemelni, hogy a vadászok társaságában tömörülve, szervesen együttműködő csoportokat, baráti társaságot alkotnak, akiket összeköt a természet szeretete, tisztelete és a vadvédelme. Hiszen látnunk kell azt, hogy munkájuk nem csupán az állatok levadászását jelenti, hanem hogy a vadállomány szabályozása az állatok számára is elengedhetetlen, hogy a korlátozott életterükön a biológia egyensúly fennmaradhasson. Munkájuk és szabályozó tevékenységük az emberek és a környezetben élő vadvilág számára egyaránt hasznos, mindannyiunk számára. Hálásak vagyunk ezért, hogy ezt a munkát elvégzitek, és még nagyon sokáig vigyázzatok magatokra, a környezetünkre és az állatállományra. És gratulálok ehhez a gyönyörű kiállításhoz. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Köszönöm. 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 Köszönöm szépen. Csabi, nagyon szépen köszönöm ezt a szervezést. Csak vadászat után szabad megengedni. Előttem a tévedésből sem. Köszönjük szépen. Vagy előtte, hogy jobban figyelj a célt. Igen. Akkor megkérném kedves vendégeinket, hogy átmennénk Jani bácsihoz, a szobraihoz, és ott is az ő kiállítását is megnyitnak. Igen, szóval. Jaj. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kiállításunkon. Mielőtt felolvasnám a köszöntő szavakat, annyit szeretnék mondani, hogy attól kezdve, hogy én megválasztásra kerültem itt Csengelén, Jani bácsi folyamatosan ott volt. Ott volt, és higgyék el, hogy higgyétek el, hogy rengeteget segített a szobraival. Ott volt, amikor ajándékoztunk, akkor igazán tudtunk egy őszinte csengeli ajándékot vinni. Nézek magára, Püspök úrra, a búsuló juhászra, illetve gondolok itt Vásárhelyre, amikor az államtitkár úr megkapta a búsuló parasztot. Higgyék el, híre volt neki, a mai napig emlegetik, és Jani bácsi ezt a búsuló parasztot egy dologgal tudta terülni, fölülmúlni, amikor az államtitkár úr kikerekedett szemekkel megkérdezte tőle, és árulja már el, kedves a faragó úr, miért búsul a paraszt. Ránézett, és azt mondta, hogy megdöglött a lovak.
Úgyhogy azt hiszem, hogy az az államtitkárság még jó sokáig fogja emlegetni a Csengelét és a Csengelei Kakaragót. Szeretnék pár szót szólni Vince János fafaragó művész munkáiról is. Rá is éppen olyan hálás szívvel gondolunk, hiszen évek óta örvendezteti meg a Csengelélyeket és a környező települések lakói impozáns és magával ragadó fából készült szobraival. Munkáit teljesen átitatja a vidéki élet szeretete és tisztelete. Sugárzik belőle az életérzés. Munkái számos kiállításon, köztük országos kiállításon is szerepeltek, ahol rengeteg elismerést kapott, több oklevelet és kitüntetés büszke tulajdonosa. Olykor-olykor a helyiek, hogy kifejezzék nagyrabecsülésüket, az otthonok körül kivágásra kényszerülő, ám szívükhöz közel álló fákból alapanyagot ajándékoznak Jani bácsinak, melyekből azután impozáns szobrok készülnek. Kívánjuk, hogy sok-sok ilyennel örvendeztessen még meg bennünket, és az gyönyörű, fantasztikus munkákat itt nagyon-nagyon sokáig élvezhessük. Jani bácsi, Fabi nevében nagyon-nagyon szépen köszönöm. A mostani el kell mondanom, hogy a viharkárok azok rengeteg kárt okoztak számunkra, és rengeteg problémát okoztak. Jani bácsi ezt úgy örökítette meg, hogy a nálam kidőlt csavart fűzből a lengyel vendégeink számára faragott egy emlékszobrot, és azt fogják majd hazavinni. Azt hiszem, hogy ez az igazi Csengele, ez az igazi az, amikor elvisznek belőlünk őszintén egy darabot Csengeléből. Jani bácsi. Nagyon szépen köszönöm. Minden kedves látogatónak és vendégünknek nagyon jó szórakozást kívánok. Beszélgessenek kérem a vendégekkel, a kiállítókkal. Higgyék el, hogy minden szobornak, minden alkotásnak, minden rajznak, minden trófeának, minden tűzdománcnak története van. Beszélgessenek velük, higgyék el, megérdemlik. Köszönöm szépen! A társaság történetéről annyit, hogy 1967. július 25-én nyerte el a mai formáját. Ez magába foglalja Csengele teljes területét, Kisteleknek felét és Balástyának közel felét, forráskútból 1000 hektár. A bruttó területünk az 17 000 hektár, pillanatilag 50 tagból áll a társaságunk, ebből 8 csengelei lakos, és Csengeléhez kötődik még körülbelül 10-12 tagunk főtulajdonnal, vagy itt dolgozott, vagy innen került el más településekre. Tisztiókákat látunk a szélső sorban. Nagyon szép mutatós bakok, mondjuk annyi, hogy a legnagyobb bakjainkat azt a külföldiek évről évre megvásárolják. A tőkés récét látunk, szarkát, gímszarvas, vaddisznó agyarokat, fönt is, lent is. Közben egy muflonot, a preparált bőrit, egy szajkot, ismét a zőzagancsok. Ez az a bizonyos aranycsakál. Ezt Csengele ejtették el? Ez Csengele ejtés a tetejébe. Szabó Feri barátunk ejtett el. Ez egy nyest, ez egy mezei kocok preparátuma, ott fönt a muflon, egy rózsa, egy őz tarvad, suka, a dolmányos varjú, egy pár tőkés része, fátszánkokos borz, róka, dámszarvasok és még egy kín. Ez dolmányos varjú, ez lőhető? Ez egész évben lőhető. Nagyon nehéz vadászni. Ő fineszes madár. Magát is én faragtam meg, hogy tudja.
amit átadott a polgármester. Aztán is egy És akkor itt a vadászat, ugye itt a Csengeri Vadász Egyesületnek a Csabi a fővadász, gyere, legyen lenni a Csaba, ő a vadászatnak egyik tagja, és a vadásztársaságnak, és akkor ők csinálták ezt a kiállítást a Hát ő is vadász. Hát ő is vadász. Szóval kollega. Kollega. Oké. Aha. Oké. Azt kérdezik, hogy ezek a trófeák mind? Hát gyakorlatilag az őz itt a fővadászat a nagyvadfajú, a vikák ezek pedig a hegyekben, a Magyarország hegyes vidékei van. Szarvasok, igen, tehát a szarvasok a hegyes vidékeken vannak, hát van szarvas csengelém is, csak nem ilyen minőségű trófeák. Csak kevés számok. Szerek itt a stand. A sátorban hallgassák meg a felvonulásra tervezett indulókat, menetzenéket. Felváltva fognak játszani a Csengelei Ifjúsági Fúborzenekar, valamint a Bácsbókodról érkezett Forgó Zoltán Ifjúsági Fúborzenekar. Thank you.
kívántott polgármester urat, mondja el köszöntőjét. Köszöntöm a megjelent kedves vendégeinket, a 21. Csengelei falu napokon. Köszönteném Andrzej Gorsó a polgármester urat, aki Lengyelországban megjelent. Köszönteném a lengyel delegáció megjelent tagjait. Köszönteném Kakas Bélát, a Csongor-Andrei közgyűlés elnökét. Köszönteném Sánta Ferencet, Csengel nyugalmazott polgármesterét. Köszönteném Szalai Gabriellát, Kistelek járás hivatal vezetőjét. Köszönteném Balázs András, tűzoltó főnagyadat. És Csengele képviselőtestületének megjelent tagjait. És természetesen minden kedves vendégünket, akik megtiszteltek azzal, hogy itt vannak a megnyitón, minden megpróbáltatás ellenére itt vannak, velünk vannak, és megpróbálunk közösen ünnepelni. Köszönteném a zenekarokat, a Bács-Gobodi Forgó Zoltán ifjúsági túlzenekart, Túlszent Nátali Fúvózzenekar, a Csengelei Fúvózzenekart és Mazsorat csoport. Köszönteni szeretném kulturális műsorunk szereplőit, a Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola táncosait, a Csengelei Népdalkör és Citerezenekar, és nem utolsó sorban a Csengelei Ütőegyüttes. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot mondjak itt a falu napok megnyitója keretében. Mit is jelent valójában a falu nap? A délelőtt folyamán kulturális rendezvényeket, a délután motoros találkozót, vasárnap lovas felvonulást, a hétfői napon pedig futball. A rendezvényeken túl együtt gondolkodást, a közösen megoldott problémákat. Azt jelenti, hogy odafigyelünk egymásra, összefogunk, és együtt megpróbáljuk a kialakult helyzetből a lehető legjobbat kihozni. Május 6-án Csengelére lesújtott a vihar. Nem tudok olyan háztartást, vagy olyan gazdaságot, amely kisebb vagy nagyobb, de inkább nagyobb mértékben ne sínylette volna meg ezt a természeti katasztrófát. A Csengelén található házak 60%-a sérült. A gazdálkodóknál, kertészeknél, állattartóknál a fóliasátrak, gazdasági épületek szinte teljes mértékben megsemmisültek, vagy valamilyen értékben károsodtak. Az erdőinkben 2000 köbméter fa fekszik a földön, büszkeségünkben a mórafákból kettő kidőlt. A vihar reggelén 1064 helyen szünetelt a villamos áramszolgáltatás, a temetőnkben 29 síremlék gyölt le. Csoda, hogy emberi életben nem esett kár. Véleményem szerint ez a helyzet, amikor igazán beszélnünk arról kell, a kell arról, hogy falunak. Beszélhetünk az összetartásról, beszélhetünk a másik embernek nyújtott segítségről, a másik emberre történő odafigyelésről. Bennünket május 6-án a vihar megpróbált. Próbára tette azt, hogy mennyire tudunk közösen gondolkodni, mennyire tudunk egymásra figyelni, és mennyire tudunk egymásnak segíteni. Az itt élő csengelélyek nagyon jól vizsgáztak. Nagyon jól vizsgáztak emberiességből, nagyon jól vizsgáztak abból, hogy hogyan lehet hangvainkból újraélni, az összetört, lerombolt falunkból újraindulni, újrakezdeni és megmutatni a világnak, hogy élünk és élni akarunk. Felkérném Kakas Bélát, a Csongrád megyei közgyűlés elnökét, mondja el gondolatait.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, kedves csengeleiek! Engedjék meg, hogy az Önök nevében polgármester úrnak megköszönjük azt a helytállást, amiről én most itt úgy beszélt, mintha egy kívülálló lenne ebben, de nyilvánvaló a szíve lelke ott dobban, és ezzel a küldetéstudattal és megszállottsággal, amit már mindig tapasztalok, amikor Csengeléről beszél, szerintem ezért egy ilyen sérgott ennek a küzdelemnek. Nekem Csengere sikertörténet. Amikor először jöttem a településre, akkor egy lemenő napfény, egy délutáni gyönyörű szép lemenő napfényben egy ékszerdobozt láttam. Felkérném Andrzej Bonsor polgármester urat, mondja el gondolatait. Jó napot kívánok! Witam bardzo serdecznie mieszkańców miejscowości Szengele. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza z małżonką, byłego pana burmistrza. Witam serdecznie przedstawicieli władzy samorządowej. Witam również zastępcę pana burmistrza. Üdvözlöm mindenkit, szeretettel, a polgármestert, a feleségét, a lakpolgármestert, és mindenkinek sok szerencsét, jó egészséget kíván ez a mai naphoz. Dzisiaj niebo płacze nad Szengele. Dowiedzieliśmy się o katastrofie. Jadąc, widzieliśmy jeszcze zniszczenia, które są dookoła. Most a mai nap Szengele fölött sír az ég, de reméljük, hogy sokkal szebb lesz délután. Łączymy takie wyrazy współczucia z tego powodu. Polskę również nawiedziła kilka lat temu ogromna tragedia, ogromna powódź na większości obszaru Polski i wiemy, co to znaczy po prostu taka tragedia. Nagyon együtt éreznek, és tudják, hogy milyen ez a nagy katasztrófa, mert nemrég Lengyelben is ugyanezt történt, és reméljük, hogy minden helyre fog jönni. Dlatego bardzo, ale to bardzo naprawdę uważam, że Państwo zrobili przepiękną, wykonali piękną pracę jako wspólnota, łącząc się, że tak powiem, w tej tragedii w jedną wielką rodzinę. Asszonya, hogy látja, hogy az egész község, mint egy egész család úgy összefogott, nagyon tetszik neki, és reméljük, hogy minden helyre tudnak állítani. Chciałbym właśnie tego Państwu bardzo serdecznie pogratulować. Myślę, że mamy podobne cechy charakteru jako narody, gdyż my również w takich tragediach łączymy się i stanowimy jedną wielką rodzinę i wspólnotę. Gratulálok mindenkinek, és ők is ugyanúgy fognak össze, mint maguk, mint egy egész család, és reméljük, hogy minden sokkal jobb lesz, és nem fog ilyen csapás érni most rá. Dlatego bardzo serdecznie łączymy się w tej właśnie, w tej tragedii, łączymy wyrazy współczucia i przekazujemy je od mieszkańców naszej miejscowości. Ja, együtt éreznek mindenkivel ebben a katasztrófában. Uważam, że jesteście Państwo bardzo muzykalnym narodem, gdyż widziałem przepięknie grające w małej miejscowości tak dużo grających osób na instrumentach. To jest naprawdę po prostu wyrazy wielkiego szacunku. Szanowni, nem sokszor látok ilyen szép zenekar, ilyen fiatal zenészeket, és nagyon gratulál nekik, nagyon ügyes volt a csapat, és reméli, hogy máskor is szívesen fogadják.
kilka lat temu nasza gmina, którą ja reprezentuję, podpisała z miejscowością Szengele umowę o współpracy, którą dziś chcemy przedłużyć. Pár év ezelőtt megírták egy szerződést a Csengele és az ő falujuk közti együtt munkáról, és ezt most szeretnék meghosszabbítani. Doświadczyliśmy wielkiej serdeczności od władz samorządowych, od mieszkańców w Szengele, bo o tym się dowiedziałem i myślę, że my również odwzajemniamy się tym samym i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Sok szeretetet, sok kedvességet kaptak Csengelétől, a lakosságtól, és reméljük, hogy Csengele is ugyanezt érzi irántuk. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie panu burmistrzowi i mieszkańcom. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást polgármesternek és az összes lakónak. I chciałbym powiedzieć, że zawsze po burzy przychodzi słońce. Azt mondja, hogy mindig a vihar után jön a szép napsütés. Bardzo serdecznie wszystkich jeszcze raz pozdrawiam i życząc mimo wszystko, mimo pogody, udanej zabawy, udanych dni miejscowości Szengel. Még egyszer mindenkit sok szeretettel köszönöm, jó mulatságot kíván mindenkinek, szép napot, és hogy virruljon ki az ég. Ormányos Sándor Csengele polgármesterét és Andrzej Gonsort Nova Slupia polgármesterét, hogy aláírásukkal hosszabbítsák meg az együttműködési nyilatkozatot. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők! Nagy örömmel szolgál, hogy eljöttek hozzánk, hogy itt vannak nálunk, és a tegnap esti megbeszélésünk végeredményeképpen aláírhatjuk a további együttműködési nyilatkozatot. Úgy hiszem, hogy az egyik gyümölcsöző és jól működő kapcsolatunkat még tovább, sokkal tovább tudjuk fejleszteni. Kézzel van csinálva az egész, és sok szeretettel szeretné átgyűjteni a falunat. Ez a dupla kereszt.
kedves polgármester úr, mi is szeretnénk egy ajándékot adni Csengele részéről, Csengele lakói részéről, illetve a Csengele képviselőtestületének a részéről. Ezt a szobrot Jani bácsi faragta, ami Jani bácsink faragta erre az alkalomra, Vince János, aki csengelei fafaragó. A szoborról azt kell tudni, hogy a viharban dőlt ki az a fa, amiből készítette ezt a szobrot. Ők kérném azt, hogy ez a szobor legyen annak a jelképe, hogy május 6-án egy vihar sújtott le ránk, egy katasztrófa ért bennünket, és mi az első pillanattól fogva azon gondolkodtunk, és azon törtük magunkat, hogy ezt hogyan tudnánk megoldani, hogyan tudnánk tovább lépni. Legyen ez a szobor annak a szimbóluma, és amikor ránéznek, jussunk mindig eszükbe róla, hogy milyen küzdésre képes, és milyen élni való képes csengelejek vagyunk. A Csengelei Fúvószenekar vezetője és karmestere Cirok Zoltán. Első műsorszámukként kérem hallgassák meg Borsai Samu katonavér indulóját. Vezetői Cirokné Krizsán Zsuzsanna és Csáki Klaudia.
A következő műsorszám pedig Biszkup Bátran előre indulója lesz, melyben az ifjúsági mazsoret csoport működik közre. Zeneszámnak a szerzője Carl King, a címe pedig Torch of Liberty, vagyis a szabadság fáklyája, ami egészen különbözik attól, amiről leginkább ismert Carl King, vagyis ő komponálta a Barnum & Bailey's cirkusz számára a cirkuszi indulót. Most pedig a következő műsorszámban a Kicicák mazsoret csoport vesz részt. Thank you.
Lexington Marsh, ezúttal azonban James Swearingen hangszerelésében és a Holt Vein Majorette csoport közreműködésével. Kérem, fogadják őket szeretettel! Thank you.
a Kunszentmártoni Fúvós zenekar és a szín... Thank you.
Rákóczi Sport Egyesület nem tudjuk felajánlani. Szeretném szólítani Szirok János. Zoli, bocsánatot, ha itt van, akkor kérem szépen, hogy fáradjon ide és felesége. Bocsánat, tessék már szólni, és nagyon jó lesz. Tessék szívesen egy kicsit közelebb fáradni. Ő a férjével együtt azt hiszem, hogy a település érdekében nagyon sokat tett, hogy ez a falunak, ez a rendezvény ilyen sikeres legyen. És hát minden elismerésem a kedves házaspár. Tessék el ide fáradni, bocsánat! Akkor engedjék meg, hogy annak az embernek, aki mint a falu első embere, gondolom szívét, lelkét beletette ebbe a napba, függetlenül attól, hogy az időjárás nem tudta megváltoztatni. Tehát ez ne az ő gondja legyen, nagy tisztelettel szeretnék neki is egy kis ajándékkal kedveskedni. Köszönjük szépen, hogyha a sportágunkat, az egyesületünket felkeresik, és bármivel önök rendelkezésre állhatunk. Amit én is beállnék az adományát adó sorba, a konzervek, illetve az ásványvíz már átadásra került, már csak a boríték van átadásra. Thank you.
jártam már Magyarországon, vagy első útja neki? Pierwszy raz jesteś na Węgrzech? Pierwszy raz jestem na Węgrzech. Első van Magyarországon. Tudom, hogy rövid idő, de milyen benyomásai vannak az országról? Jak się spodoba im? Bardzo ładnie, podoba mi się. Miejscowość, w której tutaj jestem, jest bardzo miejscowością zadbaną. Widać, że zintegrowaną. Podoba mi się. Nagyon tetszik neki. Látja, hogy szépen rendben van tartva a környék. Nagyon kedvesek az emberek hozzájuk, de nagyon tetszik nekik. Ludzie są życzliwi. Nagyon odaadóak az emberek. Nyíltak. Nem tudunk róla se.
A dolog. Na most, itt van ez a drága jó kárpirobi barátunk. Kormányos Annyinál van egy üveg. Vannak már jelentkezőink, akik különböző összegekkel támogatták, hogy a Robi tovább bírjon motorozni, mert azért ez egyéb munkájába tehet, hogy ezt a motort összeépítette. Már a jövő héten föllépés volna, és nem fog tudni föllépni a 100%. Kirakjuk ide a színpadra. Kirakjuk ide a színpadra. És ebbe elkezdünk gyűjteni a Kárpi Robinak,
Hát az első embernek még talán egy pár szót is szólsz a dologhoz? Igen, nagy tisztelettel üdvözlöm a Csengeléket, és mély tisztelettel köszönöm a polgármester úrnak, hogy kisfeleséggel meghívott bennünket Szegedről. Mezőgazdasággal foglalkozott, hogy a gépeket nagyon szeretem. Elképesztő szép dolog volt, amit itt láttunk, és kicsit szomorú voltam, hogy a gép tönkre ment. És ezért azt javaslom önöknek, tisztelt Csengeléek, tisztelt néző közönség, járuljanak hozzá, 5000 forintot tennék ennek az üvegnek a belsejében, hogy hát ez a fiú, aki ilyen szép dolgokat csinált, önök néhány forinttal hozzájárulnának a kárához, hogy legközelebb ugyanilyen boldogon és szívvel jöjjön el ide önökhöz, közénk, hogy ilyen szép dolgokat mutassanak a motorosok. Köszönöm szépen! Hát, hölgyek, urak, ezek után nem szoktam minden, de alig tudok megszólalni. És nagyon köszönöm mindenkinek, aki a Romi barátunkat támogatni fogja. Tehát ettől függetlenül továbbiakban érezzétek jól magatokat. És ezt az üveget itt fogjuk adni a színpadon. És aki úgy érzi, hogy a Romit szeretné támogatni, hogy tovább is tudja ezt a fantasztikus sportot folytatni, szerintem nagyon megköszönjük, ez itt lesz egész nap, ez az üveg velünk, és hát azt hiszem, hogy nagyon nemes gesztus volt drága jó barátomtól, aki ő maga felajánlotta, hogy támogatja, és fogunk még egy jó pár évig, és hát hamarosan annyi lóvét összegyűjtünk gyerekek, hogy lehet, hogy én diszidálok vele, mint az úszóegyző Dél-Afrikába. Akár dumálok ennyit, mert az edit még szerintem melegített, de amint készen áll, elkezdődik ez a rutánc bemutató, és azért azt elmondanám nektek, hogy így kültérben nem igen csinálja senki, mert elég megoldhatatlan ennek a rútnak a felállítása, hogy ebből biztonságban, vagy ezen ő biztonságban tudjon ezt az akrobatikus mutatványát bemutatni. Hangerő dobjára! Még!
könnyű, valaki próbálja meg. Gyertek, gyerekek, azokban mindig lehet bízni, mert a fölnettek ezek olyan napigra. Megmutatja, hogy egyszerű. Ennyi az egész, na? Kinek fog menni? Gyere már, na végre! Na tapsoljuk meg előre, gyerekek! Hát mindig a gyerekek húzzák ki a bort. Na próbálj meg valami! Vagy gyújt szét a lábad! Vagy valami, ez az! Na most tapsoljatok! Na, benne van tehetség, ezt őt fölveszik majd a csapatba. Azért magas, ugye? Ez az! Na most tapsoljatok ott van legfelül! Csak óvatosan lefelé, ez az! És még forog is közben! Hát gratulálok! Azt hiszem, hogy tényleg fantasztikus produkció volt! Szépen, itt fogom a mikrofon! Ah!
helyezett Gyöngyösi Gábor. Gyöngyösi Gábor itt van-e velünk, aki a lassúsági versenyen egy ötödik helyet elért. Mozdulva van. Vedd át te, jön már. Na, egy oklevéllel, gazdagabban. Gratulálunk. Negyedik helyezettünk lett Kozma Roland. Most szóban van. Gyere Roland, gyorsan úszva a cipzát. Meg egy nagy tapsot neki. Ő lett a negyedik helyezettünk. Köszönöm. Harmadik helyezettünk Kormányos Imre. Imre barátunk, itt vagy, te már ajándékot is kapsz. Imre ment a robogóval, jól emlékszem? Ugyan jól emlékszem. Itt van velük ez a drága jó ember. Na, rakjuk el, aztán majd megkapja. Második helyzetünk Lőrinc Tibor. Nothing became. Egy ból. Egy ledes. Mi az? Szelep sapka. Így van. Hát, ennyedik helyezési nem jár, érted? A jövőre egy kicsit jobban összek kapni magam. Ez az. És akkor első helyzetünk lett Bartusz Riárd, aki nincs itt, de a képviselője megkapja az ajándék csomagot. Teli minden fél évvel. Gratulálunk Vizsegy Riárdnak. Majd elviszitek neki. A találkozó legszebb hangú motorja, ugye itt úgy szokott tenni, hogy a legszebb hangú, itt nincs második legszebb hangója, nincs, de mivel a kettő motor találtunk a legszebb hangúnak, így ketten fogják kapni a hangszépségverseny első helyezett díját. Nagy Előd és Nagy Róbert. Rokonok vagytok ti? Akár lehetnek is a pár... A nagyobb. Csak a papírt nézzétek meg, hogy az-e. Tehát Nagy Róbert és Nagy Előd kapja a nagy tapsot. Na, aki nincs itt, külön díj, gyerekek. A Simpsons tárolgattam mindig. Pedig ő megérdemelte volna, de hát akkor majd a Sanyi átadja. Döntöttünk, hogy ebben a Rúd versenyt is díjazzuk, egy fiú meg egy lány, aki legjobban produkálta magát. Egyszer Seres Enikő. Hajd át tapsot Enikőnek, ő belőle még Rúd táncos lesz, amelyiket választod. Meg a Tódi Lóri, amelyik ott fönt csimpaszkodok. Lóri, te eltűntél? Nincs itt velünk. De nincs már itt. És hát akkor adjunk még egy külön díjat annak, aki vezette a fölvonulást, vitte a csengelezászlót, meg hát itt van velünk ezzel a csodálatos trájkal, és hát az egész országba, félvilágba viszi a hírét a csengeléjeknek. Drága jó Tóthibi barátunk, aki ezer éve azért itt van velünk, és évről évre emeli a rendezvény színvonalát, meg csengele hírnevét ezzel a trájkal, amiben mindig járkálja az országot. Úgyhogy megérdemel egy külön díjat, én azt mondom, gyere te is ide meg egy nagy tapsot is. És hát akkor... És ennyivel, amíg a megmaradt díjakat átadjuk azoknak, akik... Hogyne! Még akkor a Tibi egy pár mondatot szólna. Kedves barátaim, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon köszönöm ezt a díjat, amit kaptam. Az adják át én is egy külön díjat a polgármesterünknek, mint egy tökös motorosnak, egy ilyen emlékeztető. Ami az van, hogy szeretettel Kormányos Sándor motorosnak, Tóth Tibor Csengele, a hangnak. Fogad szeretettel. Köszönöm szépen.
azért annyira kérném el a mikrofon, ne menj el, légy szíves, el fogom mesélni. Képzeljétek el azt, hogy bent vagyunk Szegeden, bent vagyunk rengeteg motoros. Tibi ott van a trájka, szól a zene, mindenki nézi. Hölgyök a motorra utána, és rá van írva a motorjának a hátuljára, hogy Szeged. Hazaértünk, amondom Tibi, ez volt az utolsó, hogy így mentél el. Csengele zászlaja, és Csengele fölirata nélkül ki nem teszed a lábad innen, ha szeretnéd, akkor önkormányzati határozattal teszünk ezt meg. A jövő héten föl volt minden pakóval rám, és jelentette Tibi, hogy innentől fogva így járok. Mondom, ilyen így igazi Csengelei. Köszönjük szépen! Aki motorral jött és szeretne megemlékezni erről a dologról, nyugodtan most is jöhetek ide hozzám. Én közben attól járhatom a számat, ezt ide teszem, és nyugodtan, aki motorral van, gyertek ide, és ugye nem létapot, vigyetek, hogy emlékezzetek. Vagy pedig majd a polgármester úgy osztogatja. Együtt vagyunk a lányok! Tehát nyugodtan gyertek ide az emléknapok, de csak az, aki motorral jött. Mert aki motorosan Pünkösdön szombatot itt szoktuk tölteni, hogy most is fantasztikusan éreztük magunkat, és hát nem győzök nagy köszönetet mondani Kárpiromi barátom nevébe, aki annyit elárulhatok, hogy elég komoly adomány jut össze a leégett motorra, de hát azt mondja, hogy majd még külön meg fogja köszönni mindenkinek. Én további jó szórakozást kívánok mindenkinek, örülök, hogy itt lehettem, és akkor átadom a Retro Bulinak a hangot, a szót, viszlát jövőre ugyanígy!